Nagykanizsa lett a 30 ezer főnél népesebb, legvirágosabb város. A Magyar Turisztikai Ügynökség versenyére több kategóriában lehetett nevezni. Idén összesen 320 pályázatot nyújtottak be, és a megújult kiírásnak köszönhetően a zsűri végül 49 díjat osztott ki. A Virágos Magyarország egy olyan környezetszépítő és környezetvédelmi verseny, amelynek célja a kulturált és rendezett településkép elérése és annak fenntartása. Konrád Németh Cecília városgondnok szerint Nagykanizsa győzelme a városban élők összefogásának köszönhető. A versenyre való felkészülés az igazi csapatmunka. El lehet mondani, hogy a városi közterületek kezelői, gondozói és az önkormányzat dolgozói együtt dolgoznak azon, hogy a várost felkészítsék erre a versenyre, de mindenféleképpen meg kell említeni azokat a városlakókat, ingatlan tulajdonosokat, akik a saját kis közvetlen környezetüket széppé varázsolják és esztétikusan tartják, nem beszélve, különösen kiemelve a társasházi környezetben élők munkáját, városszépítő munkáját, ugyanis a verseny a város egészét nézi, nem csak kiemelt területeket. A város közterületeinek karbantartásából és virágoztatásából minden esztendőben oroszlán részt vállal a Netta Pannonia Kft. Netta Pannonia nagy hangsúlyt is fektet erre, hogy az alapvetően ugye a lakosság köztudatában azért, hogy mi a füvet nyírjuk, kaszálunk, de ez egy sokkal komplexebb, összetettebb feladat, és ennek megtestesülése a városban a virágos felületeknek a folyamatos fenntartása is, és ennek eredményét láthatjuk ugye sok helyen a városban. Tehát Nagykanizsán 32 ezer darab egy nyári növényt ültetünk egy adott évben. Ezt ugye őszi növényváltáskor 17 ezer árvácskára és további 11 ezer tulipánhagymára cseréljük. A közterületeket gondozó cégek mindegyike büszke az elért eredményre, amely egyúttal feljogosítja Nagykanizsát arra, hogy részt vegyen a nemzetközi versenyen is.